Jelentős lépésnek számít az, hogy egy asztalhoz tudtak ülni a Szerbiai Demokrata Párt, a Szerbiai Szocialista Párt, a Szerb Radikális Párt és a Szerb Haladó Párt képviselői, és tárgyaltak a tartományi hatalom helyzetéről, jövőjéről, mondta Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke. Csak is párbeszéddel oldhatóak meg a felhalmozódott problémák Vajdaságban, nyilatkozta Pásztor. A tárgyalásokhoz az elkövetkező 10 napban valószínűleg csatlakoznak a Demokrata Párt képviselői is, akik hétfőn levélben értesítették a házelnököt arról, hogy nem vesznek részt a keddi egyeztetésen. A tárgyaláson nem jelentek meg a Vajdasági Szociáldemokrata Liga és az Új Demokrata Párt képviselői sem. Csak is ilyen módon egy asztal köré ülve kerülhetünk ki ebből a helyzetből, amiben vagyunk. Csak is ilyen módon oldhatjuk meg azokat a kérdéseket, amelyek nyomasztanak bennünket. És az együttműködés tekintetében senkinek nem volt semmiféle kizárólagos álláspontja. Az elkövetkező tárgyalások során kellene véglegesíteni a nyitott kérdéseknek a listáját. Készek vagyunk tárgyalni a politikai agónia megoldásáról Vajdaságban, de erre szükség van a hatalmon lévő pártok közreműködésére is, mondták az ellenzéki pártok képviselői. A Szerb Haladó Párt megítélése szerint a Pajtics kabinet alkalmatlan a további kormányzásra és elveszítette a polgárok többségének bizalmát, nyilatkozta Igor Mirovics, a Szerb Haladó Párt alelnöke. Naš stav je da treba formirati novu vladu. Postoje stavovi drugih političkih stranaka. Demokratska stranka odbija čak i dijalog na tu temu, odbija svaku vrstu razgovora, tako da je teško reći šta bi bilo kad bi bilo. A szocialisták is kizárták az előrehozott választások kiírásának lehetőségét, mint mondták, erről nem is volt szó a megbeszélésen. Szerintük is folytatódik a Demokrata Párt 14 éves gyakorlata, továbbra sem hajlandóak a politikai párbeszédre, mondta Dusan Bajatović, a Szerbiai Szocialista Párt alelnöke. To isto izgleda nastavlja Liga Socijaldemokrata, koja zajedno sa demokratama misli da su jedini predstavnici autonomne pokrajine Vojvodine i njenih interesa. I kriza koja je nastala danas u Vojvodini, koja je i politička i ekonomska, uključuje i blokadu odnosa sa republičkom vlašću, pre svega će koštati građane Vojvodine. A Szerbiai Demokrata Párt számára elfogadhatatlan az alkotmány módosítása, és nem ért egyet Vajdaság hatásköreinek a bővítésével sem, nyilatkozta Milenko Jovanov, a párt tartományi frakcióvezetője. A Demokratska stranka Srbije neće učestvovati ni u čemu što podrazumeva promenu Ustava Srbije. Dakle, Ustav Srbije je nešto što danas u ovom trenutku predstavlja poslednju branu za dezintegraciju zemlje, bilo da je u pitanju Vojvodina, bilo da je u pitanju Kosova i Metohija, bilo da je u pitanju Raška, bilo da je u pitanju neki drugi kraj Srbije. A politikai válság megoldása változásokat igényel. Ennek meghatározásában és a politikai élet irányításában a Szerb Radikális Párt hajlandó részt vállalni, erősítette meg Milorad Mirčić, a párt alelnöke. Srpska radikalna stranka je zainteresovana da učestvuje u toj takozvanoj koncentracionoj ili programskoj vladi, bez obzira kako se zvala, mi smo spremni da učestvujemo u radu te vlade. Srpska radikalna stranka nije spremna da pristupi razgovorima koji se odnose na promenu ustava. A következő napokban folytatódnak a háttérbeszélgetések a politikai pártok között, amelybe bevonják a Demokrata Pártot is.